Az egyetlen esélyünk, hogy legyőzzük a Stanhope Akadémiát, az Alma. Nem lesz gond. Senki sem lovagol úgy, mint Alma. Ha csak nem válik féktelenné, és nem ront túl sokat. Nos, ez csak egy volt. Vagy kettő. A többi is menni fog, nyugalom. Gyorsabban! Meg kell hagyni, hogy sohasem adja fel. Ilyen a stílusa. Az apja tanította lovagolni már kiskorától fogva. Csak azért kell szurkolnunk, hogy minél kevesebbet hibázzon a versenyen. Hát, az ideje remek. Ez nagyon jó volt, lovacskám. Még nézni is jó. Szuper lehet így lovagolni. Semmi sem olyan jó, mint a lovaglás. Kivéve talán az olvasást. Egyszer talán még a saját győzelmeinkről is olvashatunk majd a lovasklub könyvében. És rácok, mi olyan veszettül vicces? Ugyan, a mi kis lovagló sztárpalántánk nem most vett le éppen 3 rudat? Talia Bentley soha nem hibázna ennyit. Ha Talia ezt látná, remegne félelmében. Kötve hiszem. Ott áll, szemüvegben. Már egy órája figyel titeket, de mégsem látom remegni. Szóval, ő az a híres Talia Bentley. Csak kíváncsi voltam a legjobb versenyzőjükre. Úgy lovagol, mint aki képtelen féken tartani a lovát. Világos, hogy nem hivatásos edzőnél tanult. Nem voltak edzőim? Féktelenül lovagolok? Mindjárt megmutatom, ki a féktelen. Mint most te. Ahogy viselkedsz, nem? Mégis kinek képzeled magad? Én bajnok vagyok, te meg nem. Én nem száguldozom. Egy bajnok irányítás alatt tudja tartani a lovát. Az apám tanított meg lovagolni. És ő mindent tud, amit a lovaglásról tudni kell. Ó, valóban. Az én apám az olimpiai díjugrató csapat tagja volt. Az edzőim 5 aranyérmet nyertek az amerikai bajnokságon. Szóval, mit is ért el pontosan az apád? Ő vezeti ezt a lovasklubot. Ez mindent elárul. Alma, ne is törődj vele, mit mond. De ha igaza van, magamat áltatom. Soha nem leszek bajnok ezzel a lovagló tudással. Az apám soha nem lovagolt az olimpián. És kit érdekel? Apád az, aki ismer, és neki köszönheted, hogy ösztönösen jól lovagolsz. Engem nem érdekel. Az ösztöneimmel eddig jutottam, és nem tovább. Itt az ideje, hogy változtassak ezen, és hogy kordában tartsam az érzelmeimet. Különben sohasem fogok megnyerni egyetlen egy versenyt sem. Csak amit ellenetek vívok, srácok. Ez igazán nem volt szép. Sőt, inkább durva. Francia fonatot készítesz? Igen, Pepper és én ugyanolyan hajjal pompázunk majd. Hát nem leszünk édesek? De én is ezt szerettem volna csinálni Chilivel. Nos, pehjed van, mert én már megcsináltam. Most már mást kell kitalálnod. Utálatos vagy. Te még inkább. Nem annyira, mint te. Jól van, nekem mindegy. Többé nem tartozol a barátaim közé. Hogy nem? Nincsenek is barátaid. Egyetlen egy van csak, és az én vagyok. Senki sem szeret téged. De csak te miattad. És elárulnád, ki lenne hajlandó egyáltalán szóba állni veled? Sziasztok, lányok! Szia, Billy! És Sarah. Szia, Zoe! Mi az ábra? Ó, semmiség. Csak a drágalátos tesóm egy elviselhetetlenül beképzelt és felfújt alak. Ne is törődjetek ezzel a rossz májú és hazug csajjal. Inkább velem barátkozzatok. Tudom, sosem képzeltétek volna, hogy ilyen szerencsétek lesz, de igaz. És tudjátok, mi lenne még klasszabb, ha velem barátkoznátok? Ha kell, még segítek is bármiben. De nem annyira, mint én. Oké, rendben. Rögtön ki is üríthetitek ezt. Szívesen. És hová ürítsem ki? A komposztálóba? Talán még rémlik, ahová a lótrágyát szoktuk tenni. Hogy ne? A komposzttartóba, ahova máshová? A lótrágyát? A lótrágyát? Fúj! Oké, Alma, nézzük, le tudsz-e faragni még 2 másodpercet? Molly, komolyan beszéltem az előbb. Taliának igaza volt. Ha bajnok szeretnék lenni, nagyobb önfegyelemre van szükségem. Nem alapozhatok csak a gyorsaságra. Mostantól fogva mindig csak egy dologra koncentrálok. Nyugodtan, lazán. Semmi érzelem, semmi hiba. Miért érdekel annyira, hogy mit gondol az a fagyos Talia, ha? Övé a pénzem megszerezhető legjobb edző. Neked meg a szeretettel megszerezhető. Az édesapád volt az edződ. De az ő apja egy olimpiai bajnok volt, és én is szeretnék az lenni egyszer. Még ha változtatnom is kell a lovaglási stílusomon. Máskülönben egész életemben vesztes maradok.
És most, ha nem bánod, nem kell már mérned az időmet többé. Nézheted, ahogy edzek, de kérlek, tartsd meg magadnak a megjegyzéseidet. Nagy ügy! Volt egy tiszta ugrásod. Miután nincs rám szükséged, találj magadnak valaki mást, aki szórakoztat. Már itt sem vagyok. Menj, ha akarsz! Szia, Molly! Van valamid, amit a komposzttartóba kell szórni? Nem, most épp nincsen semmi. Akkor cseveghetnénk egy kicsit. Zoe és én soha többet nem beszélünk egymással. Így találnom kell valakit, akivel barátkozhatok. Akár segíthetek is neked. Léci! Oké. Ne könyörög már, olyan kínos. Van egy olyan érzésem, hogy itt még nagyon-nagyon nagy bajok elé nézünk ma. Na, remek. A lovasok etikettje. Téni, valami itt nagyon nem stimmel. Szia, Elma, mit csinálsz? Olvasok, Zoe. Van valami gond? Ó, nincs semmi baj. Csak arra gondoltam, talán együtt lehetnénk egy kicsit. Együtt lenni velem? Segíthetnék felkészülni a hétvégi versenyre. Hát, rendben, Zoe. Jó lenne, ha segítenél. Tényleg? Na hát, ez nagyon jó. Hol is kezdjük? Nos, éppen arról olvasok, hogy milyen fontos az etikett egy jómodorú lovasnak, és szerintem pont ez a te asztalod, Zoe. Úgy van, imádom az etikettet. Ez fura, Chloe felajánlotta, hogy segít. Nos, láttam, hogy Alma és Molly összevesztek. Aztán Alma ellovagolt Zoe-val. Zoe és Chloe barátkoznak, és ráadásul még dolgoznak is. Hová jutott ez a világ? Ezt én sem tudom, de hogy hamarosan nagy botrány lesz, az biztos. És én az első sorból élvezem. Hű, micsoda délelőtt. Megéheztem erre a sok furcsaságra. Hát, hosszú a délelőtt. De az biztos, hogy fura nap a mai. Molly, itt jön Alma. Talán kibékülhetnétek. Nos, ha bármilyen díjat elfogadsz, emlékezz rá, hogy mindig mosolyog, és ne felejtsd el megköszönni a kis embereknek. A kis embereknek? Zoe mondta ezt, és nem Alma. Alma, megyünk ebédelni. Velünk tartasz? Nagyon elfoglalt vagyok. Zoe, hogy is néz ki a mai napunk? Fejben végig menni a pályán. Majd jön a felhámmasszázs, aztán háromszor végig lovagolni a pályát, és utána megnézni a felvételt a tavalyi versenyről. Gyere, Zoe. Azt hiszem, eleget láttam. Ahogy azt te gondolod. Oké, készen állok a munkára. Valójában mi most ebédelni megyünk. Ragyogó, én is becsomagoltam a magamit. Tényleg velünk szeretnél enni? Klassz lenne. Oké, jöhet az elképzelés. Nagy levegő. És most képzeld el magad a startvonalnál. Egy remek beszabott testszínű lovaglónadrágot viselsz, hófehér galléros ingel. Zoe, a lovagláson szeretnénk most végig menni, és nem a lovaglóruhán. Ó, jól van, de képzeld el, hogy remekül nézel ki. A lábaim már zsibbadnak. Miért ki, Alma? A sportolók először az agyukban mennek végig a versenyen, mielőtt nyernének. Én is előre elképzelem a bevásárlási körútamat, mielőtt még elindulnék. Ami igazán hasznos, így mindent megkapok, amit akarok, és ráadásul kétszeresen is élvezem. Nos, ez nagyszerű, de nem haladhatnánk egy kicsit gyorsabban? Hogyne, oké. Csukd be a szemed. Most Button és te úgy repültök, mint a szélvész. De én nem így lovagolok holnap. Hogyhogy? Nem, hanem úgy, ahogy Talia. Lassan, hibátlanul és önfegyelmet gyakorolva. Ugye tudod, hogy ez nem a testílusod, igaz? Zoe, az a lényege ennek az egésznek, hogy változtassak a stílusomon. Hát rendben. A régi stílusommal nem nyerhetek. Oké, ha te mondod, miért is ne? Én is megváltoztam. Nézd, még bőrkeményedésem is van. Zoe, ez csak egy levél. Ó, valóban. Tudod, Zoe, lehet, hogy igazad van. Köszi, hogy segítettél a felkészülésben. Szívesen. Talán holnap a verseny után csinálhatnánk valami mást is együtt. Jó.
Ha első helyezett leszek, elmehetünk vásárolni, vagy valami hasonló. Én meg befonom Button sörényét a legújabb divat szerint. Ez csúcs. Button biztosan imádná. De térjünk vissza oda, ahol tartottunk, ahogy lassan megközelíted az első akadályt. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos, hogy jól szerepeljünk holnap. Az egyetlen esélyünk a győzelemre, ha mindannyian a legjobbat nyújtjátok. Álma barátnőm a lovasklub történetének legnagyobb győzelmét fogja aratni holnap. De kérlek, Molly barátnőm és én legalább ugyanolyan jól fogunk teljesíteni. Ne felejtsétek, hogy egy csapat vagyunk. Álma, te vagy a csapat erőssége. Nagy esélyed van rá, hogy legyőzd Táliát. Aki ugyan hibátlanul lovagol, de olyan óvatos, hogy az ideje elég lassú. Ha tényleg mindent beleadsz, akkor könnyedén lekörözheted őt. De most a régi Álmáról beszélsz. Az új Álma Tália stílusával fogja lekörözni őt. Olyan hibátlanul fogok lovagolni, amilyet még sohasem láttatok. Álma, tényleg komolyan gondolod a stílusváltásodat? Teljesen komolyan. Hát persze. De Álma, ez őrültség. Te lovagolsz a legösztönösebben. Már nem. Mostantól fogva ő egy ösztön nélküli lovas. Ó, ez nagyon bíztatóan hangzik. Oké, figyelem. Lássunk munkához. Álma, te kezdesz. Jól van, Button. Csak fegyelmezetten. Tartás és fegyelem. Alma, hát nem egyértelmű. Nem való neked ez a fajta lovaglás. Még kétszer végig megyünk rajta képzeletben a holnapi verseny előtt. Ó, az biztosan segíteni fog. Sajnálom, de akárhogy is, hozzá kell szoknotok az új Álmához. Ha valakinek ez nem sikerülne, nos, arra nincs is szükségem. Hé, az emberek változnak. Ha Álma tényleg meg szeretne változni, akkor nekünk sem lehet ellene kifogásunk, inkább támogassuk. Helyes. Sokkal érdekesebb az új Álma, mint a régi. Mi ketten még vásárolni is elmegyünk majd. És hová mentek? A libaturkálóba. Libaturkáló? Ez nagyon jó, Chloe. De meg kell mondanom, el sem hinnéd, miket csinálunk együtt. Például moslékot adtok a malacoknak, vagy kihordjátok a lótrágyát? Vagy barátkoztok? Velük? De igazán, Álmában látok egy csöpnyi reményt most, hogy meg akar változni. Hála az égnek, Álma már közénk tartozik. El sem képzelem, mi lenne belőle, ha továbbra is veletek maradna. Gyere, Chloe, menjünk innen. Akkor most Álma is olyan lett, mint ők? Button, holnap nyernünk kell. De ha az a helyes, amit most csinálok, akkor miért nem érzem annak? Hű, a Stanhope Akadémia valóban szép, nem? Igen, és nézd csak, ott van Talia is. A lova nagyon gyönyörű. És a csapatuk is nagyon jó. A csapatról szólva... Na jó, vegyük át még egyszer. Tartás. A tartás az, ami a siker záloga. Szia, Talia, puszilunk. Nos, csak nem a kis libapásztorlány. Nem vertél még le egyetlen rudat sem? Te! Álma, inkább meséld el Táliának, hogy megváltoztál. Megváltoztál? Hát, senki sem mondhatja, hogy nem volt rá szükséged. Ó, de még hogy. Az egész megjelenése is, ahogy lovagol. Már nem lehet egy kalap alá venni a többiekkel. Olyan lett, mint mi. Hát, akkor üdv a körünkben. Tulajdonképpen te voltál az, aki rádöbbentett arra, hogy muszáj változtatnom a stílusomon. Különben sosem nyerhetek. Szóval, ha ma bajnok leszek, csak magadat hibáztathatod. Ó, ezért aztán ne aggódj. Ezzel a lóval is, ahogy felkészítettek, illetve jobban mondva, ahogy nem készítettek fel, esélyed sincs a győzelemre. De jó látni, hogy helyes útra tértél, nem úgy, mint az a csőcselék a lovasklubból.
Az a csöcselék történetesen a barátaim. Álma, nagy levegő, és fújt ki, kezdesz visszaesni. Gyorsan, hogy le a szemed, és képzeld magad elé. Ti képzeljétek el ezt, a régi Álma visszatért. Gyorsabban és szabadabban fog lovagolni, mint eddig valaha. Legyőzöm a Táliát, és nem azért, mert olyanná változtam, mint ti. Amúgy meg, Tália, az interneten rákerestem az apádra. Ő csak egy tartalék volt az olimpiai csapatban. Nem is versenyzett, és soha nem is nyert ott semmit. De legalább eljutott oda. Miért a te apád mit csinált? Felkészített engem. Túl vad vagy ahhoz, hogy legyőzhess! Porul fogsz járni, hallod? Porul fogsz járni! Srácok, mindig a barátaim voltatok, és örökké azok is maradtok. Gyorsabban és szabadabban fogok lovagolni ma, mint bármikor azelőtt. Oh, és még valami. Egy pillanat. Bocsássatok meg, hogy ilyen csúnyán viselkedtem. Nincs szükség a bocsánat kérésre. Örülünk, hogy újra a régi vagy. Bizony. Még egy ebéd Chloéval, és legközelebb már vásárolni hívott volna. Mindjárt kezdődik a verseny. Fel kell sorakoznunk a pályán. Alma? Már csak te és Tália vagytok hát. Ha legyőzöd, akkor nyertünk. Semmi gond, Will. Mindent bele fogok adni, hogy sikerüljön. És most 15-ös számmal Tália Bentley következik a Stanhope Akadémiáról. Nagyon jól csinálja. Kiváló a tartása. A Stanhope átvette a vezetést. Álma, még ha le is versz egy rudat, akkor is nyerhetsz, ha elég gyors vagy. Csak lovagolj úgy, ahogy szoktál. Button és én készen állunk. Hé, Álma! Legyen rád büszke az apád. A nap utolsó lovasa következik a lovasklubból. 21-es rajtszámmal Álma Rodriguez. Szélvészként repül a pályán. Gyerünk, Álma! Az egyéni legjobbnak járó kupát a 21-es rajtszámú Álma Rodriguez nyerte a lovasklub csapatából. Ez az! Álma újra régi! És méghozzá bajnok lett! A lovas klubért! Juhé! Éljen, Álma! Nos, ezzel vége is. Most, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba, megint minden olyan unalmas. Ó, de nem léphetsz ki a bőrödből. Azt hiszi mindenki, hogy a malac szereti a sarat, ezért már kezdtem aggódni, hogy mi hibázik bennem. Így meghemperegtem a sárban, amikor senki sem látta. Tényleg? És mi történt? Csalán kiütésem lett, és napokig viszketett. Ezért inkább mindig hű maradok magamhoz, bármi is történjék. Normálisan ez jó ötletnek tűnik. De a te esetedben nem vagyok benne biztos. Angúra, amíg megmarad a csipkelődős éned, addig a lovasklub sosem lesz egy unalmas hely. Most búcsúzunk, de ne felejtsétek, hogy mindig maradjatok hűek önmagatokhoz. Magyar hangok. Csuha Bori, Vadász Bea, Csondor Kata, Nyírő Bea, Dögei Éva, Hambas Dani, Juhász György, Németh Kriszta, Solecki Janka, Kossuth Gábor, Jó Gábor, Lázár Erika, Magyar Bálint, Madai Gábor, Járai Máté. Magyar szöveg Kriváci Orsolya. Hangmérnök Zsebényi Béla. Gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Abed Hadi Forát. A szinkron a Minimax megbízásából a Repro Video stúdióban készült. Horseland, a lovasklub. Nem fog
fogod elhinni, mit hallottam? Ma a lovasklubban. Nincs joga így bánni az emberekkel. Rossz indulatú pletykák veszélyeztetnek egy életre szóló barátságot. Te kezdted az egészet. És ez tönkre teszi a lovasklub légkörét. Minek is vagyok itt? Légy hű önmagadhoz. Nézd ide! Azt írja, hogy ez a srác Sandy szülinapi bulián találkozott Sandy húgával, és most együtt járnak. Hú, ez nem semmi. És szerinted igaz a hír, Zoe? Erősen kétlem. Nem hinném, hogy bármi is igaz lenne ebben az újságban. Igen, amúgy neki tudna valaki így kitolni a testvérével. Ez nekem magasabb. Miért olvassák, ha semmi sem igaz belőle? Nehéz elmagyarázni, Tini. Az emberek úgy hívják, hogy pletyka. Mi az a pletyka, Shep? Egy nagyon ronda dolog, Tini. Ha valakiről a háta mögött beszélnek. És kinek jutna ilyen az eszébe? Jó kérdés. Csak azt tudom, hogy iszonyú érzés lehet főként, ha te vagy az, akiről a háta mögött pletykálnak. Egész jó, egész jó. Csak így tovább. Vonalban kell maradnotok. Ez az! Kitűnő volt! Komoly esélyetek van a győzelemre. Ez szuper nagyon jó volt! Remekül csináltuk! Segíthetek, Béli? Hogyne, az klassz lenne, Molly. Mit udolgatsz? Jobban kedvellek, mint ahogy szeretlek. Egy Sarah Melondal, a Pretty in Purple-ről. Tetszenek a dalai? Igen, eléggé. Olvastam róla Zoe egyik pletykalapjában. Nem írt róla valami hízelgően. Sarah nem egy kedves valaki. Iszonyúan beképzelt, és azt hiszi, hogy bármit megtehet. És ezt te elhiszed? Csak azt mondom, amit olvastam. Nem fogod elhinni, mit hallottam. Molly iszonyú dolgokat mondott Sarah-ról. Ne, hisz így vannak. Azt mondta, hogy Sarah iszonyúan beképzelt, és hogy bármit megtehet. Ki állítja ezt? Molly. Nem létezik. Ha nem hiszel nekem, kérdezd meg tőle. Meg is fogom. Sőt, jobb. Ha inkább csak meghallgatod. Hidd el nekem, Sarah totálisan el van telve magától. Nem megmondtam. Egy felfuvalkodott béka, és lekezel mindenkit, mintha ő felsőbbre lenne. Álljon meg a menet, ez mind csak pletyka. Ó, hát persze. Én kimegyek, ez nem helyes. Sarah, te vagy az... Igen, ki más lenne. De mi a baj? Ó, Száka ment a talpamba. Egész nap birizgált. Nem segítenél be a házba? Úgy nem. Gyere, támaszkodj rám. Elárultad neki? Elárulni? Semmit, menjünk. Miért nem mondod el neki? Álma, egy tapottat sem mozdulok, amíg el nem mondod. Rendben, de nem fog tetszeni... Molly mindennek lehord téged. Na ne. Én is hallottam. Azt mondta rád, hogy egy felfúvalkodott béka vagy. Hogy? Ez nem val Mollyra. Mindjárt kérdőre is vonom. Hol van? Az istállóban. Nem érdekel, mit írnak róla. Szeretem a dalait. Még akkor is a Sarah egy nyomorult alak. Csak azért, mert Sarah gazdag, nincs joga így bánni az emberekkel. Na, most már hiszel nekünk? Ez teljesen érthetetlen. Miért mondana rám ilyeneket, Molly? Kalipszó, mi ütött beléd? Nincs ott semmi. Holnap találkozunk, Béli. Beviszem Kalipszót a boxába. Szia, Molly. És jobb, ha elfelejted Zoe újságjait. Rendben. Eljött a pillanat. Engedd, hogy a szemedbe mondja. Képtelen vagyok elhinni.
Hé! Hey, valami probléma van? Pontosan ezt szeretnénk mi is tudni. Nem értem, miről beszélsz. Talán neked kéne magyarázatot adni, és nem nekünk. De hát fogalmam sincs, hogy miről beszéltek. Persze, hogy ne. Sarah, kérlek, mi folyik itt? Ha valami bajod van velem, mondd egyenesen a szemembe. Mégis mit értesz ezen, Sarah? Soha nem mondtam rólad semmi rosszat. Csak nem akarod letagadni, vagy mégis? Tessék, hogy mit tagadok? Molly, soha sem hittem volna, hogy éppen te lennél ilyen kétszínű. Kétszínű? Itt a kocsi. Nézzétek, fogalmam sincs, miért gondoljátok ezt. De ha nem akarjátok megmagyarázni, akkor nekem úgy is jó, nem az én gondom. Molly! Ne is törődj vele, elszalasztotta az alkalmat. Igen, megadtuk neki az esélyt. Tudom már, mi legyen Mollyval. Ne szóljunk hozzá többé egy szót sem. De ha mondom, egy énekesnőről beszélt, akit Sarah-nak hívtak, és nem a mi Sarah-nkról. Akkor szerinted Zoé hazudott? Zoé nem hazudott, csak félreértette a dolgot. Sarah viselkedése meglepett. Ő nem szokott az ilyennek bedőlni. És most nézzétek, ez az egész kezd egyre jobban elfajulni. Szegény Molly, sejtelme sincs, hogy miért viselkednek így vele a többiek. Ha nem tisztázzák ezt a dolgot maguk között, akkor nem is fordul jobbra a helyzet. Teljes hallgatási fogadalom. Egy szót sem, és ez alól nincs kivétel. Itt jön. A lovacskám. Legalább maradt még egy barátom a lovasklubban. Button, miért csinálod ezt? Mi folyik itt? Miért viselkednek így velem? De legalább te itt vagy nekem. Nincs semmi baj. Hadd menjenek először ők. Ez szörnyű, Sepp. Olyan rettenetes. Ez történik, ha az emberek nem beszélnek többé egymással. Molly! Ó, csak nem hozzám beszélsz. Nem kellene ennek így lennie. Hogy lennie? Fogalmam sincs, mivel érdemeltem ezt ki. Áruld már el! Te kezdted el az egészet. Véget is vethetnél neki. Elkezdeni, de mit? Véget vetni, de minek? Sejtelmem sincs, hogy miről beszéltek. Sarah, mi folyik itt? Mindannyian hallottuk. Emlékezz vissza, mit mondtam. Gyere, Sarah, amíg nem vallja be, mit tett, nincs értelme beszélni vele. Versenyezzünk ki előbb vissza. Gyere már, Sarah! Megyek. Aj. Ez egyre kétségbeejtőbb. Mi baj van, Pepper? Állj! Mindenki álljon le! Mi ütött itt mindenkibe? Két nappal ezelőtt már a kezetekben érezhettétek a győzelmet. Hol van most az a csapat?
Remek. Béri, most mit csinálsz? Csak most kezdtük. Tartunk egy kis szünetet. Később újra megpróbáljuk. Az ő hibája. Direkt belém jött és Pepperbe. Mi ütött mindenkibe? Ne engem kérdezz. Tegnap még minden rendben volt. Ma meg egy senki vagyok. Talán beszélhetnél velük, hogy mi bajuk van velem. Miért nem próbálod meg magad kibogozni? Ha utána is kellek. Hogyne, persze, hogy segítek. Nem is tudom, Béli. Csak próbáld meg, hisz jó barátok vagytok. Hát valahogy nem úgy viselkednek. Minden rendben lesz. Betelt a pohár, Kalipszó. Nem beszélnek hozzám egyáltalán? Majd én megmutatom, hogy ki nem beszél kivel. Nekem voltak a legjobb barátaim a lovas klubban. Kíváncsi lennék, hogy hová tűntek. Mert nem maradt más helyettük, csak egy pár pletykafészek, akikkel én nem is vagyok hajlandó egy csapatban lenni. Hé, úgy megkívántam egy pohár kakaót finom tejszínhabbal a tetején. Csatlakozik valaki? Bárki, kivéve téged. És az kit érdekel? Nincs már barátom a lovas klubban. És ha nincsenek itt barátaim, akkor minek is vagyok itt? Sajnálom, Kalipszó, de muszáj lesz egy új istállót találnom. Tudom, tudom, én sem rajongok érte. Jobb, ha összepakolom a felszerelésemet. Hol van Molly? Hát, kiszállt. Mi? Hozzátok vissza! Nem hinném, hogy vissza akarna jönni. Nem már. Fogalmam sincs, mi történik itt. De ha győzni szeretnétek, akkor jobb, ha visszahozzátok. Szeretne kilovagolni és átbeszélni a dolgokat. Jó ötlet. Én is szívesen megyek. Igen, meg is sét a lovaglásra. Hozok egy kardigánt. Én is. Molly már majdnem kiürítette a szekrényét. De mit tehetnénk mi? Van egy ötletem. Jól figyeljetek. Jó, rendben. Ott mennek a volt legjobb barátaim. Még egy pár dolog, és kész is vagyok. Mész. Kalipszó! Ez nem van rád! Kalipszó! Jól van, értem már. De ez lesz az utolsó lovaglás itt rendben. De még véletlenül sem megyünk a közelükbe, jól van? Rajta, pacim, indulás! Kalipszó, mi a bajod? Csak nem egy kő ment a patádba. Nem, nem látok semmit. Nagyon fáj, lovacskám. Gyere, visszavezetlek szépen. Hé, hisz már jól vagy.
Mi lehet a bajod? Rajta, Paci, már nincs olyan messze. Aj, ne! Mi történt, Kalipszó, lesérült? Jól vagyunk. Nem kell aggódnod miattunk. Gyere már, Sarah. Hagyjuk itt. Én nem hagyhatlak egyedül, hiszen barátok vagyunk, nem? Azok voltunk, de most már nem tudom. Ez nekem sem tetszik jobban, mint neked. Nem te vagy az, akihez nem beszélnek. Hát, én most beszélek hozzád. Jó, akkor halljam végre, hogy miért is viselkedtek így velem. Zoé meghallotta, hogy azt mondtad, hogy iszonyúan beképzelt vagyok. Soha nem mondtam ilyet! Álma sem akarta elhinni, de aztán oda ment hozzád, és hallotta, amint felfúvalkodott békának hívtál. Ez nem igaz! És végül én is hallottam, hogy úgy hívtál, nyomorult alak. Várjunk csak! Ez akkor történt, amikor Bélivel beszéltem az istállóban? Ezt nem hiszem el! Én sem, Olli. És azt is mondtam, hogy csak azért, mert Sarah gazdag, nincs joga így bánni az emberekkel, igaz? Igen. Igen, valóban mondtam ilyet. Ez igaz. De miért? Én soha nem mondtam rólad semmi rosszat. Ahogy én sem rólad mondtam ezeket. De Molly, épp most mondtad, hogy... Azokat egy énekesnőről mondtam, aki Sarah Mellonnak hívnak. Én róla beszéltem, és nem rólad. Ó, Molly! Nem is tudom, hogy mit mondjak. El kellett volna mondanod nekem, Sarah. Tudom. És szörnyen sajnálom. Megtudsz nekem. Kérlek, bocsáss meg. Igen. Hát persze, Sarah. De soha többet nem történhet ilyesmi, rendben? Rendben, Molly. Dobta a húgot és visszament Sandyhez. Micsoda ízléstelenség? Zoé, nézd! Figyeljetek! Mi mindannyian tartozunk Mollynak egy óriási nagy bocsánatkéréssel. De miért? Molly nem azt mondta, amit mi gondoltunk. De a saját fülemmel hallottam, ahogy mindannyian. Hallottuk, de azt, ahogy másról beszélt, egy másik Sarahról. És Molly majdnem itt hagyott minket, és a lovasklubot is, egy pletyka miatt. Ó, Molly. Molly, annyira sajnálom. Szóval ez a mi hibánk volt. Nos, igazából a te lelkeden szárad. Igen, ez igaz. Én kezdtem el pletykálkodni. Mindannyian hibáztunk, Zoé. Mollyval beszélnünk kellett volna róla, és nem csak a háta mögött. Amiért egyre rosszabbra fordult minden. Miért is hagytuk, hogy így elfajuljon? Akkor esküdjünk meg rá, hogy soha többé nem fordulhat elő ilyesmi. Soha. Soha. Soha többé. Én is benne vagyok. Igazán szörnyű, amit tettem. Meg tudsz nekem valaha is bocsátani? Hát persze, Zoé. Hé! Hey! Elkezdhetnénk végre az edzést. Igen, és azt hiszem, most már készen állunk. Kellett volna, milyen rosszul ment nélküled. Jó lecke volt nektek. Jó ötlet volt, Tini. Azt hiszem, az a legjobb hely az ilyen szemétnek.
Magyar hangok. Csuha Bori, Vadász Bea, Csondor Kata, Nyírő Bea, Dögei Éva, Hanvas Dani, Juhász György, Németh Kriszta, Solecki Janka, Kossuth Gábor, Jó Gábor, Lázár Erika, Magyar Bálint, Madai Gábor, Járai Máté. Magyar szöveg Kriváci Orsolya. Hangmérnök Zsebényi Béla. Gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Abed Hadi Forát. A szinkron a Minimax megbízásából a Repro Video stúdióban készült.